Sümeg Városi Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Antal Mónika vagyok. Már mutatjuk is, milyen témákról lesz szó mai híradónkban. Képes tartalomjegyzékünk következik. Körforgalom, tanácsok a közlekedőknek. Szent misék, már várják a híveket a templomba. Házi orvosi rendelés, Komonyi doktornő tájékoztatója. Elkészült a körforgalom a belváros szívében, a Flórián tér, Kossuth, Petőfi és Árpád utca 4-es kereszteződésében. Az autósok és a gyalogosok számára már megszokott a körforgalomban való közlekedés, ám elsősorban a kerékpárral járóknak újdonsággal szolgálhatunk most következő kis filmünkben. A hozzáértő tanácsai mellett megkérdeztük a járókelőket is, mit jelent a város közlekedésében a körforgalom kialakítása. A körforgalom egy forgalomszervezési megoldás. Olyan helyeken alakítják ki, ahol a nagy forgalom miatt biztonságos, de dinamikus áthaladást biztosító kereszteződési megoldás szükséges. Ilyen csomópont Sümegen a Flórián tér. Itt a városon áthaladó Petőfi és Árpád utat keresztezi két mellékút. A régi, hagyományos kereszteződés a megnövekedett forgalom miatt körülményes és balesetveszélyes volt. A közlekedés biztonság fokozása érdekében körforgalmi csomópontot alakítottak ki a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával. A 60-as években kezdődött Angliába a körforgalmak építése, üzemeltetési költsége nincs, csak megépítési költsége van, és arra kell nagyon figyelni, hogy a körforgalomban, mint sok minden más hármas jelszóban irányjelző használata, útkeződés megközelítése, hogy a körforgalomba megállni nem szabad, tolatni és megfordulni sem szabad, hasonló, mint az egyirány utcának a szabályai. Mint általában itt is minden a forgalomban résztvevő személy találkozik, így a gyalogos, a kerékpáros és a gépjármű is. A körforgalom biztonságos közlekedést biztosít minden résztvevőnek. A gyalogos forgalom részére átkelőket, zebrákat alakítottak ki. A gyalogosoknak egy örökös, hosszú évtizedes gondolat és téma, hogy elsőbsége van a kijelölt gyalogátkelő helyen mindenhol. Ha közösen odafigyelünk, és én azt szoktam mindig mondani, hogy sokkal egyszerűbb gyalogosnak megállni, türelmesebbnek lenni, mint az, hogy én nekem itt elsőbségem van, és akkor megyek, mert azért, ha jön az autó, és jön a figyelmetlen autós, és eltalálja a gyalogátkelő helyen is, a sérülés az autón sokkal kisebb, mint a személyi sérülést tud okozni, ezért közösen vigyázzunk egymásnak a testi épségére, és mindenki figyelmes legyen. Egyszer azért, hogy figyeljük, hogy milyen szép lett a körforgalom, másodszor arra figyeljünk, hogy lehetőleg ne okozzunk senkinek se személyi sérülést, se közlekedés biztonsági megsértését. A biztonságos áthaladás tehát minden résztvevő számára a fokozott figyelem és tolerancia biztosítja. A kiépített megoldások ezt segítik elő. Ez a körforgalom az országban az elsők között van, amit kerékpársávval egybekötötten építettek meg. 26 táblával szabályozott kerékpáros körforgalomról van szó, a legmodernebb fényvisszaverő útborkolati jelekkel felfestve. Nagyon fontos kiemelni, hogy ettől a perctől, amióta igénybe vesszük ezt a körforgalmat, kerékpárosok nem mehetnek be a körforgalomban. Szigorúan tilos a kerékpárosoknak a járművek, ahol közlekednek, bemenni, hisz kiépítették egyértelműleg, jól láthatóan és szabályozottan a kerékpárosok részére a közlekedést. És úgy van a mai jogszabályilag megfogalmazva, hogy 50-50%-ban felelős a járművezető és a kerékpáros, hogyha ne adj Isten a körforgalomban bármi nemű baleset vagy éppen károkozás történne. Ezért azt javaslom mindenkinek, hogy az első körben gyalogosként viselkedjünk a körforgalomban, kerékpárosként, és minden egyes, ahol keresztezi a kerékpár sáv, kerékpárút a körforgalmunkat, szálljunk le, és úgy toljuk át, mert akkor viszont, ha kerékpárt tolunk, kerékpártoló személy, az mindenkor gyalogosnak minősül, magyarul 100%-os biztonságos védelmet kapnak. Ez főleg nagyon fontos a családosoknak, ahol kisgyerekek is mennek anyu, apu után. Ugye az is egy fontos szabály, hogy 12 év alatti kisgyerekeknek kötelező a védősisak használata. Ami még nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy azért figyeljünk, amikor kimegyünk a körforgalomból kerékpárosként, már akkor viszont már
nekünk kell elsőbséget adni, kint vannak az elsőbségadás táblák, kint van a kerékpárút végét jelző tábla, a kék tábla pirossal áthúzva, hogy onnéttól már nincs elsőbsége a kerékpárosoknak, olyan figyelmet se fogunk kapni a kamionoktól, a járművezetőktől, mint amit kaptunk a körforgalomba. Ezért nagyon nagy odafigyelést és egymásra való vigyázást igényel. Tehát kerékpárral gyalogosként haladhatunk a körforgalomban, azaz leszállva a zebránál és áttolva a biciklit az úton. A ki- és behajtásnál pedig a felfestett kerékpársávot használhatjuk, figyelve és elsőbséget adva a kocsiknak. Gépjárművek számára is szabályozva van a KRESZ által a körforgalom használata. Azt kell tudnunk, hogy a körforgalmakba való beérkezéskor minden egyes irányból egy nagy előjelző tábla jelzi a körforgalomba való bemenetelt. Fontos tudni, hogy a bal kezünket nem összekeverni a jobb kezünkkel. A bal kezünk felől van a körnek a közepe, úgy megyünk körbe-körbe. Látjuk azt, hogy egy elsőbségadás táblával van mindenhol ellátva Magyarországon a körforgalomba való bemenetel. Azt jelenti, hogy irányjelzőt nem kell használni bemenetkor, de viszont a körforgalom elhagyásakor viszont kötelező az irányjelző használata. Ami még jó tanács, ha ezeket összerakott kis gondolatokat mindenki az elején így megszívleli, hogy igénybe vesszük és teljes mértékben használjuk Sümegváros belvárosának a körforgalmát, akkor nem lesz vele senkinek semmi gondja, hogy irányjelzőt használok kimenetelkor. Egyelőre gyalogosként használjuk a kerékpározást bent a körforgalomban úgy, hogy a kerékpárúton, kerékpársávon, és nagyon fontos, hogy be ne menjünk a körforgalomba kerékpárral. Minden kereszteződést, így a körforgalmat is fokozott figyelemmel, csökkentett sebességgel kell megközelíteni. A körforgalmak kevésbé lassítják a közlekedést, mint a hagyományos kereszteződések, de dinamikus, folyamatos haladást biztosítanak. A szabályok betartása, körültekintő figyelem, türelem és tolerancia a többi közlekedővel. Ezek a biztonságos közlekedés alapjai. Az újonnan kialakított sümegi körforgalmi csomópont biztosítja azt a résztvevőknek, hogy ezek betartása mellett az áthaladás dinamikus és biztonságos legyen. Mi a véleménye, mennyire tartja biztonságosnak a körforgalmat? Én nagyon örülök neki, mert erre járok minden nap munkába, és tetszik is, tehát szép lett, dekoratív, és biztonságos. Örültem neki, hogy elkészült, mert nagyot kellett kerülni, aztán itt sokkal egyszerűbb a közlekedés. Mennyire érzi biztonságosnak? Szerintem teljesen jó. Mi a véleménye a körforgalomban való közlekedéssel kapcsolatban? Hát én gyalogosan nagyon jól tudok közlekedni. Autót meg nem használok. Mi a véleményük a körforgalommal kapcsolatban? Hát elég jól megcsinálták, de amíg épült, addig a gyalogosoknak elég nehéz volt közlekedni. És most az elkészült eredménnyel mennyire elégedett? Hát, könnyebben lehet átjönni, de igazából semmi különbség szerintem. Nagyon jól néz ki. Meglepett egyébként, én azt vártam, hogy az órát teszik középre, de hát úgy néz ki, hogy egy zászlóról lett belőle, de így is jó. Mennyire járul hozzá a biztonságos közlekedéshez ön szerint? Szerintem nagyon. Nagyon. A régi az nagyon-nagyon el volt rontva, tehát az a zebrás, főleg iskola időben, amikor mennek a gyerekek reggel. Úgyhogy az szerintem ez tökéletes így. Mi a véleménye a körforgalomban való közlekedéssel kapcsolatban? Hát, szerintem ez egy jó megoldás volt, mert így könnyebben lehet közlekedni az autókkal. És szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt a város részéről. Május elején a koronavírussal kapcsolatos járványügyi intézkedés a második fázisába lépett. A fő feladat a hétköznapi életbe történő biztonságos visszatérés feltételeinek ütemezésének meghatározása. Ennek érdekében több tízezer fő bevonásával átfogó szűrővizsgálat indult el az országban. A cél, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról. A koronavírus járvány elleni védekezés több fronton is zajlik. A Maradj Otthon kampány, a maszkok és egyéb védőfelszerelések viselése a lakosság közreműködését kívánják. Az operatív törzs a megfelelő társszervekkel az átfogó védekezést biztosítja. Május elején újabb tudományos intézmények csatlakoztak a munkához. Országos szűrővizsgálatot indítottak a Semmelweis Egyetem vezetésével. Közös célunk, hogy pontos képet kapjunk az új típusú koronavírussal fertőzöttek
és átfertőzöttek számáról, illetve a járvány kiterjedéséről. A reprezentatív vizsgálat eredménye elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy továbbra is féken tudjuk tartani a járványt. A pontos kutatási adatok segíthetik az ország vezetőit is, amikor a gazdaság újraindításáról, a munkahelyek, közparkok megnyitásáról határoznak. A vizsgálatsorozat lebonyolítását a 4 hazai orvosképző egyetem végzi. A tesztelésre a Központi Statisztikai Hivatal segítségével kiválasztott 17.778 fő kapott meghívást az ország egész területéről, 14 év feletti minden korosztályból. A mintavételezés hamarosan a végéhez közeledik. Az eredmények alapján országos klinikai járványtani tanulmány készül arról, hogy mekkora vírusfertőzöttek valós száma hazánkban, hányan betegedtek meg eddig összesen és szerezhettek immunitást a vírussal szemben, illetve hányan lehetnek szinte tünetmentes vírushordozók. Az eddig elvégzett 8276 torokváladék vizsgálatból mindössze 2 pozitív eredmény született, az első 1524 vérmintán pedig 9 embernél mutatták ki, hogy már átesett a koronavírus fertőzésen. A tesztelés végeredményét várhatóan május közepén hozzák nyilvánosságra. A kijárási korlátozások enyhítésével ismét lehetőség nyílik a szentmisék megtartására, a meghatározott szigorú szabályok betartása mellett. Nagy József főesperes kanonok tájékoztatja most nézőinket a sümegi templomba bevezetett intézkedésekről. Főesperes kanonok úr, mióta tart ez az állapot, hogy nem tudtak szentmiséket tartani? Március 15-e utáni vasárnapon még volt szentmise, a hívek részvételéről, és azóta sajnos nem volt közösségi szentmise, illetve az elmúlt vasárnapon az érsekatya engedélyével 65 év alattiak részt vették a szentmisén, fertőtlenül kellett a templomot, és megfelelő távolság ülni egymással a híveknek, és így nagyon örültek, akik el tudtak jönni. És ez azt jelenti, hogy az ezt követő időszakban már rendszeresen meg tudják tartani a szentmiséket? Igen, vasárnaponként 7 nap még tovább is zárt ajtók mögött magánmisét, illetve akkor sem magánmise van, hiszen a szentmise az közösségi áldozat. Tehát a könyörgések, az imák, a dicsőítés a közösségnek szólnak, és a közösség által a misező pap viszi mennyi atyánk elő a kéréseket, a hálát és a... Mit jelent ez a jó másfél hónapos időszak az egyház közösség részére, hogy nem jöhettek a szentmisére? Hogyan élték ezt meg, milyen tapasztalatai vannak, kanonok úr? Igen, tehát minden megpróbáltás után az emberek talán kicsit változnak. Megérezték a közösségnek az erejét, a hiányát. Ugyanakkor, hogy a járványban győzedelmeskedjünk, leküzdjük, ahhoz kell engedelmeskedni. Tehát valójában az általános emberi tulajdonság, hogy nem szeretünk engedelmeskedni. Ez egész életünkön végigvonul, és talán a járvány segít abban, hogy a közösség érdekében erre szükség van, hogy közös célokat érjünk el, hogy lemondásra is van szükségünk, hogy ne a magunk dolgaival foglalkozunk, hanem a közösségével. Úgy látjuk az összefogást is az ápolók, nők, a rendvédelmi szervek részéről, hogy ez hozza meg az eredményt a vírussal szemben is. Milyen szabályok vannak most a vasárnapi szentmiséket illetően, mennyire ülhetnek egymáshoz közel a hívek? Igen, tehát az egy háztartásban élők, azok közel ülhetnek, de egyébként másfél-két méter távolságra a padban. Elférünk gyakorlatilag, mert hiszen a hívők nagy része, templomban járók nagy része, az 65 fölött van, tehát elmúlt vasárnapon is olyan 50-60-on lehetünk a templomban megfelelő szabályok szerint. A keresztelések azok elmaradnak egyelőre, hiszen a keresztelés mindig egy családi ünnep, ahol nem elég csak úgy igénylik a hívek, ott legyenek mások is, ne csak a szülők. A temetések azok megvannak részben, úgyhogy a szabad ég alatt van a ravatalozás, és nem a ravatalozóban. Szintén szűkörű családi körben, akik ott vannak.
És ejtsünk szót még az esküvőkről, most ebben az időszakban jellemző, illetve szabad-e esküvőket tartani? Igen, elég sok esküvőnk lett volna májusban, de a fiatalok kérték, hogy más időpontban legyen, tehát szeptemberben, vagyis valaki áttette jövő évre házasságot. És itt talán a héten jelentkezett egy fiatal pár, akik augusztusban szeretnének házasságot kötni. Reméljük, arra talán lazul már ez a fegyelem, vagy az engedély megadatik. Most történtek enyhítések a korlátozó intézkedésekben, de összességében mit tanácsol a híveknek és Sümeg polgárainak, kanonok úr? Hát igen, még azért továbbra is érvényes kell, meg kell tartanul, engedelmeskedni kell ezeknek a szabályoknak, hiszen amíg nem oldják fel véglegesen ezt a karantént, addig ugyanúgy nem szabadul az étanunk, hiszen a vírus az nem tűnik el egyszerűen. Hogyan erősödhetnek meg hitükben továbbra is a katolikusok? Igen, nagyon örülnek a szentmise közvetítésének a televízióban. Több csatornán is láthatják, és többen mondják, hogy úgy érzik, hogy együtt vannak a közösség. Hogy, hát helyben, nem a templomban, de az imába lélekben együtt tudnak lenni egymással. Az előző riportunk során is említett május 4-i dátumtól kezdődően az egészségügyi ellátás során is enyhítések következtek be a korábbi korlátozó intézkedések tekintetében. Nézzük most, milyen rendet alakítottak ki a házi orvosok. Komonyi Éva doktornőt hallják. Május 4-től a miniszteri utasítás értelmében már nem csak akut életveszélyes eseteket tudunk fogadni, hanem lehetőség van személyes megjelenés és betegvizsgálatra is, de mindenképpen kizárólagosan a telefonos bejelentkezés és előjegyzés által. Ez azt jelenti, hogy a miniszteri utasítás értelmében óránként 4 beteget tudunk fogadni, és ugye a 3 órás rendelés alatt ugye 12 beteg ellátására van mód, a 4 órás rendelés időben pedig 16 beteget tudunk fogadni. Mit jelent ez a gyakorlatban? Most már néhány nap eltelt a rendelkezés bevezetése óta. Mit tapasztal a Sümegi rendelőben? Természetesen a személyes betegvizsgálatok száma megnövekedett. Az előjegyzésünk gyakorlatilag nagyon-nagyon gyorsan megtelt, de természetesen ugye emellett még a távkonzultációs lehetőséget továbbra is biztosítjuk a betegeink részére, illetve ilyen például az állandóan szedett gyógyszereket is továbbiakban ugye elektronikus recept formájában történik a gyógyszerek felírása. Azt viszont nagyon fontos tudni, hogy a rendelőbe lépéskor minden esetben hőmérsékletmérést végzünk, illetve megkérjük a kedves betegeinket, hogy mindenképpen viseljenek maszkot is. Mi volt a jellemző összességében a március közepi korlátozások bevezetése óta? Melyek voltak a legfőbb panaszok, amivel önökhöz fordultak? Türelemmel viselték az emberek azt az időszakot? Hát gyakorlatilag mindenféle panaszra ugye megfordultak. Elmondható, hogy többségében ugye felső légúti fertőzésre utaló panasszal érkeztek a betegek, vagy fordultak hozzánk. Természetesen ugye ez esetben el kellett döntenünk, hogy koronavírus fertőzés gyanúja fennáll-e vagy sem. Ha fennáll, akkor ugye további intézkedéseket kellett megtennünk. A második kérdésére pedig az lenne a válaszom, hogy én úgy gondolom, hogy a betegek nagyon-nagyon türelmesek voltak, és ugye a kialakult járvány helyzethez nagyon-nagyon gyorsan és nagyon hamar megfelelően alkalmazkodtak. No, ez mindenképpen jó hír. Doktornő, konkrét koronavírus fertőzésre utaló tünetes emberrel találkozott-e a rendelése során? Jelentkezett-e ilyen személy? Igen, találkoztam. Természetesen megfelelő védőfelszereléssel történt a betegvizsgálat, de a beteg állapotára tekintettel szerencsére nem történt, vagy nem volt szükséges a kórházi kezelés. Doktornő, mi jellemzi az egészségügy különböző területeinek együttműködését? Hogyan tudják összehangolni a gyógyító tevékenységeiket? Én úgy gondolom, hogy példaértékű együttműködés alakult ki, mind az országos mentőszolgálat munkatársaival, a betegirányítással, mind az illetékes ANTSZ-re dolgozóival, illetve az Ajkai Járványkórház munkatársaival is.
Például annyit tudni mondani, hogy ha tesztet kértünk, akkor a pillanatokon belül ugye felvették a beteg adatait, aznak megtörtént a tesztelés. Ha például betegnek kórházi kezelésre volt szüksége, akkor a járványügyi kórházzal fel tudtuk venni a kapcsolatot. Gyakorlatilag a perceken belül mondták, hogy fogadják a beteget. Én azt gondolom, hogy tényleg példaértékű volt ez a mindenki részről a hozzáállás, és megpróbáltunk tényleg a betegeket a lehetőleg megfelelőbben ellátni, még ebben a vészhelyzetben is. Doktornő, mire hívja fel az emberek figyelmét, mire ügyeljenek most leginkább? És ezzel együtt kérdezem azt is, hogy véleménye szerint mennyire kell tartani egy második fertőzési hullámtól? Én azt gondolom, hogy a mindenkori javasolt utasításokat célszerű betartani. Ugye jelen esetben most ugye a maszk használata, illetve a kellő távolság, a másfél-két méteres távolság ugye megtartása. Én úgy gondolom, hogy a második hullámról biztos, hogy ugye még a tudósok sem tudnak nagyon mondani. Ugye ez két okból is nehéz megjósolni. Ugye azért a koronavírust ugye egyelőre nem nagyon sikerült teljes egészében megértenünk a kutatóknak, másrészt az, hogy a fertőző betegségek teljesen másként viselkedhetnek. Az ugye valószínűsíthető, hogy a koronavírus fertőzés nem fog eltűnni, tehát ismét felbukkanhat. Az, hogy pontosan mikor és hogy milyen intenzitással, azt arra vonatkozóan ugye rengeteg ilyen számításbecslés is van. Én tényleg nem tudok erre konkrétumot mondani, így ilyet jósolni sem mernék, viszont azt gyanítom, hogy lehet, hogy ugyanúgy meg kell küzdenünk a koronavírussal, mint mondjuk egy influenza vírussal, egy influenza járvánnyal. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében a járványügyi helyzetre való tekintettel minden országos és megyei bajnokságokat, kupát és grassroots tornát lezárnak. Ez érinti a sümegi futballt is. A megye első osztályú bajnokságban játszó csapat szakosztályvezetőjének és a csapatkapitánynak az értékelése következik. Sajnos ez a járvány befolyásolta a bajnokságnak a folytatását, és nem utolsó sorban azért is volt kellemetlen, mert a csapat kezdett jól szerepelni, és pont hát megakasztottak bennünk a Tapolcai mérkőzés után. A Magyar Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy a járványjal kapcsolatosan a bajnokságot felfüggesztik határozatlan időre. És hát tulajdonképpen vártunk, hogy mikor lesz a bajnokságnak folytatása, mert ugye már a magasabb bajnoki szintén a megye, az NB1 és az NB2-be már volt róla szó, hogy lesz folytatás, meg hát döntés is, de hát az alacsonyabb osztályú egyesületekhez a döntés még váratott magára, és hát nem tudtuk ugye, hogy mi legyen. Meddig tartott ez az átmeneti állapot? Tehát mikor volt az utolsó mérkőzés? Na, tehát március 14-én játszottunk Tapolcán, amikor ugye látszott, hogy a csapat jobb vágányra került, és győztesen hagytuk el, és hát bizakodva vártuk a folytatást. Tehát ez volt a felfüggesztés előtti mérkőzésünk, és utána hát úgy döntöttünk, hogy a felfüggesztés időszakára ugye a csapat nem állhat le, tehát továbbra is maradjon edzésben, és ugye mivel nem csak, hogy mérkőzést játszani nem lehetett, hanem ugye egyértelmű volt, hogy edzeni sem közösen, és így a döntés, hogy online oktatást szerveztünk, így az edzők az eredeti edzési időpontoknak megfelelően, amikor ugye kint a játék téren voltak az edzések, ugyanazokban az időpontokban küldték el az oktatási ütemtervet és az oktatási anyagot a játékosoknak, ugyanis mindegyik korosztálynak, az U19-esnek és az U15, U14, U16 és a mozsikosoknak, valamint a felnőtt csapatnak külön van a Facebookon csoport, és ide lett elküldve a
a feladatok, amiket ugye végre kellett nekik hajtani, és ugye MLS előírás az, hogy a ledzői elszámoláshoz szükséges az, hogy az oktatási anyag és az ütemterv ugye a játékosok részére el legyen küldve, illetve a játékosok részéről visszaigazolást, nyilatkozatot kell aláírással tenni a játékosoknak, hogy a kapott feladatokat elvégezték. Úgy, mint játékos, meg úgy, mint csapatkapitány, értékelje az elmúlt szezon? Nagyon sok meccs után vagyunk, nagyon gyenge teljesítményt mutattunk a szezon alatt. Voltak jó meccseink, lásd, Tapolc, utolsó mérkőzésünk, ahol 2-0-as vesztes részről felálltunk, 4-2-re nyertük a mérkőzést. Ami még elmondható szerintem az annyi, hogy az utolsó percekben mindig rosszul döntöttünk, ugye megremegett a láb, nem jól döntésre fogtunk, vagy nem jól reagáltuk le az ellenfél mozgását. Ugye a felkészülésünk se volt sajnos olyan jó, amilyenre terveztük, a játékos is, az edzők se, ugye az időjárás az nem volt alkalmas rá sajnos. Azokon a mérkőzéseken, amik voltak Ajkán, edzőmeccseink a Bűfüves pályán a kötelező tornán, ott felváltva produkáltunk. Akiket tudtunk igazolni, azok sajnos darabszámra megvagyunk, de tudásra sajnos nem nagyon. Ugye emberhiányba küzdünk, sokan elmentek tanulni, dolgozni, abba hagyták a futballt, és ez szerintem nagyon rányomta a bélyegét erre a szereplésünkre. Szakosztályvezető úr, mit jelent a bajnokság befejezése, lezárása a sümegi csapat szempontjából? A döntés úgy hangzott el, hogy a megyei első osztályt lezártnak tekintik, mindenki a tabellán elfoglalt helye szerint szerepelt. A bajnokságból feljutó, vagy hát kimondottan éremosztás, bajnok és kiesőt nem hirdetnek. Ennek ellenére az első helyen, tehát az országban 20 első helyen lévő úgymond bajnok, tehát az felkerülhet az NB3-ba, hogyha vállalja. Minket ugye az érintett tulajdonképpen, ugye, hogy mi a tabellán az alsó régióban voltunk, de a kieső nincs a megyei első osztályba, tehát ugye ami minket konkrétan illet az, hogy továbbra is, tehát a 2020-2021-es bajnokságban is a megyei első osztályba tudunk továbbra is szerepelni. Hogyan készülnek, vannak-e már tervek a jövőre vonatkozóan, hogy azért ez mindig megnyugtató legyen, hogy ott van a sümegi csapatnak a helye ebben a bajnokságban? Hát azzal kezdve remélem, ott is fogunk maradni, és nem is estünk volna ki, remélem. Mert azért megmutattuk a csapoté meccsen visszatérve, megmutattuk, hogy azért van tartás ebben a csapatban, tudunk jól játszani, ha akarunk, ha egymásért küzdünk, hajtunk. Jelen pillanat úgy állunk, hogy a Lázár Szilveszter edző úr ugye online küldi a feladatokat minden szerdán pénteken. Azt kell teljesíteni, aki persze tudja, vagy akarja teljesíteni. Most jön mit csak majd a nehezen, mert ugye újfent van átigazolás és eligazolás is lehet. Én úgy gondolom, hogy lesznek sajnos eligazolandó játékosok, akik el fognak menni. Igazolás, azt viszont szerintem nehezen fogja megcsinálni a sümegi csapat, mert eddig sem nagyon tolongtak azért, hogy ide jöjjenek sümegre futballozni, sajnos valami oknál fogva, amit én nem tudok. És még a vezetők se jöttek rá szerintem, hogy mi ennek az oka. Pedig azért én úgy gondolom, hogy megye egyes osztályba szerepelni azért egy jó dolog. Jobb, mintha megy a háromba játszanánk, és senki se lenézve azokat a játékosokat se, aki megy a háromba futballoznak. Én így gondolom, nagyon nehéz lesz. Milyen reményeik vannak a jövőt illetően? Feltehetőleg rendeződik a járványügyi helyzet, és szeptembertől, vagy hát augusztustól talán újraindul a bajnokság, az új bajnokság. Milyen reményeik vannak most? Hát tulajdonképpen ugye tudott dolog, hogy a 2019-2020-as bajnokságban gyengén szerepeltünk. Hát ugye az őszi szezon az nagyon gyengére sikeredett, és hát a tavasszal ugye 4 mérkőzést tudtunk játszani, tehát ott már látszott valami, hogy elindultunk, talán jobb lesz.
szereplésünk, és tudjuk azt, hogy hát ez igaz, hogy minden egyes bajnoki évad lezárásakor arra törekszik a sportegyesület vezetése, hogy látva a hibákat, a gyengeségeket, meg a játékos mozgást, hogy a csapatot erősíteni kell. Hát most jelen pillanatban ugyancsak ott vagyunk, hogy ez a gyenge bajnoki év szereplése tudatában, tehát erősíteni akarjuk a csapatunkat, hogy mindenféleképpen a következő bajnoki évben jobban tudjunk szerepelni. Hát most még ebben a hónapban folyik az online oktatás, és akkor ezzel befejeztük, és hát egy szakmai programot fogunk összeállítani. Terveink szerint, hogyha a járvány engedi, akkor július közepén kezdenünk el a felkészülést edzőmérkőzésekkel, valamint július hónapa az átigazolási idő, nyári átigazolási időszak, és most azon leszünk már elkezdve, hogy hát próbálunk meghatározó játékosokat igazolni annak érdekében, hogy jobban tudjunk szerepelni a következő bajnokságban, ami hát reményeink szerint, hogyha a járvány engedi, akkor augusztus közepén fog indulni a következő bajnokság. Van még hova fejlődnünk, de én úgy gondolom, hogy a csapat mindegyes tagja, edzők, elnökök, játékosok mindent megtesznek azért, hogy mi ott tudjunk szerepelni a megye egyben, és jól tudjunk szerepelni. Mert én úgy gondolom, hogy ez a gárda többre hivatott, de sajnos ennyit tudunk kihozni egyelőre magunkból. Lássuk még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Körforgalom, tanácsok a közlekedőknek. Szent misék, már várják a híveket a templomba. Házi orvosi rendelés, Komonyi doktornő tájékoztatója. Kedves nézőink, híradónk után az ablakkal a Város Közéleti magazinjával jelentkezünk. Mai adásunkban stúdióbeszélgetést láthatnak Vég László polgármesterrel, aki tájékoztat a járványügyi helyzettel összefüggésben, majd megnézhetik a 2018. évi Gesztenyevirág Fesztivál összefoglalóját. A www.sumegtv.hu weboldalunkon korábbi híradóinkat és magazinműsorainkat is megnézhetik. Érdemes böngészni a sumegonline.hu oldalunkon, ahol minden városunkat érintő friss hírről értesülhetnek. Kövessenek minket a Facebookon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. Ne feledjék, még mindig érvényes, ha tehetik, maradjanak otthon.